Nagyszerűen küzd a svéd csapat, és egyre fáradtabb a Viborg. Skov. Fisker. Hova indul el? Fisker. Fisker viszi be, és hiába hárít idén. Büntető. Büntetőt végezhet el a Viborg. Nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik a meccs hajrája. Guldén lövi a hetest. Egyelőre nem engedik, hogy elvégezze idén. Táncolt vissza egy pillanatra, most jöhet a büntető tehát. És benn van, a kapufáról vágódik befelé a labda. Ennél sokkal pontosabban nem lehetett ellőni. Egyenlő, 23-23. Carson. Odén. Azt el kellett vállalni, és újra vezet a Szévehof. Hám gólja. 24-23. Fisker. Teljesen elkészül az erejével. A Viborg, Fisker harcol ki közben egy újabb hetest. És akcióból most már nem nagyon tud a dán csapat betalálni. Viszont Fiskert továbbra sem tudják tartani a svédek. Idén helyett jön Bunzen, aki az első fél időben remekelt. 50%-os védési hatékonyságot produkált a svéd kapus. Guldén hetesét próbálja most hárítani. Guldén nagyon magabiztos. 24-24. Megint egyenlő, de már az utolsó 3 percen belül vagyunk. Carson. Odén. Odén kapja vissza. Odén próbált meg közelebb jutni a falhoz. Carson. Carson viszi közelebb. Ámlövése, újabb gól. A végére nagyon-nagyon elkapja ő is a fonalat. Talpról gyakorlatilag bevágja a hosszúba. 25-24. Megint Szévehof előny. Fisker tette tovább, Skov. Fisker, megint ő indul el. Azt ott nem lehetett elvállalni. Skov. Fisker. Idén hárít. De már az utolsó 2 percen belül vagyunk. És időt kér még Christian Dalmose. Néző a helyszínen, 2000-es egyébként ez a csarnok, tehát nincs telt ház. Minden esetre a hazai szurkolók
ünnepelhetnek, hiszen nagyon-nagyon sikerül megszorongatni a Viborgot, és győzelmi esélye van immár a Sävehofnak. Gudin lekerül a szélre, ott nem lehet ellőni idén mellett. Másfél perccel a vége előtt idén hárít a Sävehof. Óriási lehetőséghez jut. Az eredmény nem volt jó egyébként, 25-24-re vezet a svéd csapat. Carson, Odén, ha ezt belövik a svédek, akkor megnyerik a meccset. Carson kéri középen. Carson indul el. Szabad dobás, és közben lemarad a földön Lixborg. Masson is idegesen néz az órára. Nagyon fontos ez a támadás. Végig nem lehet a svédeknél a labda. Ám eladja! Ám eladott labdája! Fisker Zitzerben, és ez kimarad, idén véd! Fisker óriási helyzetben, Zitzerben, de idén alig, hanem fejjel hárította ezt a lövést. Nem tudják megállítani Fiskert, viszont idén óriási bravúrral véd, gyakorlatilag kifejeli a labdát. Idén azt mutatja, hogy marad. ...25-24 a Sävehofnak. Megpróbálkozik még egész pályás letámadással, vagy legalábbis egy kicsit, mint hogyha kijebb jött volna a Viborg. Időt kér Henrik Signell. Hát ha csak valami katasztrófa nem történik a svéd csapat szempontjából, akkor ez már pontszerzésnek tekinthető. Az, hogy egy vagy kettő pont elsősorban a svédeken múlik. Elfáradt a végére a tartalékos Viborg. Nem bírta erővel gyakorlatilag a vendégcsapat ezt a meccset. És így a Sävehof megszerezheti az első győzelmét az idei BL csoportkörben. ...25 másodperc a mérkőzésből. Ám. Carson. Odén. Carson. Passzív játék. Odén viszi közelebb. Masson hárít. És még egy gyors akcióra van lehetősége a Viborgnak. És gól! Nem adják meg, de megadják. 25-25. Kis tanácstalanság, hogy vajon mi az ítélet, de megadják. 25-25. Egy nagyon picit korán lőtte el a labdát a Sävehof gárdája, amely így is bravúros pontszerzéssel közelebb kerül a továbbjutáshoz a BL csoportkörből. De egy győzelemmel majdnem biztos lenne a dolog. És hát igazán egyik csapat sem tudja eldönteni, hogy most ennek örülni kell, vagy bánkódni kell a döntetlen miatt. De 25-25 a vége. És ugye a Sävehof a harmadik döntetlenjét játsza a csoportkörben. A Zágrában kétszer osztozkodott a pontokon. Most ugyanez történik a Viborg ellenében is. Három döntetlennel szerzett tehát idén pontot a Sävehof. A Viborg pedig
két győzelem után és két vereség után egy döntetlent elkönyvelhet. Hát izgalmas mérkőzés volt, és jönnek ugye a magyar csapatok, a MOL Pik Szeged, majd pedig a győri Audi Eco. Én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy a nap további részében is hasonlóan izgalmas kézi BL meccseket láthatunk. A végeredmény Szévehof, Viborg 25-25, a viszontlátásra, a viszonthallásra.